Discontent. 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 Shakespeare harmadik Richard című drámája a brit színpadi irodalom egyik legnehezebb és leghosszabb alkotása, amely megmutatja a hatalmi játszmák gyilkos logikáját. Az Újvidéki Színház előadását Dejan Projkovszky rendezte. A darab nyerte el a Kulturális és Innovációs Minisztérium fődíját. Nem csak az előadást, hanem a címszereplőt, Mészáros Árpádot is díjazták. Második helyezést két darab megosztva érdemelt ki. A Kassai Tália Színház egy másik Shakespeare darabot, a Szent Iványi Álmot mutatta be Nádasdy Ádám fordításában és Matusek Attila rendezésében. A főbb szerepeket Varga Anikó, Olli Erik és Hégli Bence játszották. Ebben a darabban mutatott művészi munkájáért kapta meg a legígéretesebb tehetségnek járó Templánszky díjat Hégli Bence és a rendező Matusek Attila. Szintén második díjat nyert a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadása. Ők Iván Vilipájev Oxigén című darabját mutatták be Pálffy Tibor rendezésében. A mű egy egyszerű igazságot jár körbe. Oxigén nélkül nem lehet élni. De ha mégis lehetne, nem érdemes. A darabban Kónyaütő Bence és Korodi Janka játszott. Harmadik helyezést szintén két előadás érdemelt ki. Az egyik a Szabadkai Népszínház magyar társulatának bemutatója. Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című zenés vígjátékát László Sándor rendezte. A másik díjazott a Csiki Játékszín Hegedűs a háztetőn című előadása, melyet Irwin Simpson rendezett, és Tejvét, a teljes embert Kányádi Szilárd játszotta. A fesztivál szakmai bizottsága emellett egyéni díjakat is kiadott. A már említett Mészáros Árpád mellett elismerést kapott B. Fülöp Erzsébet, aki a Csiky Gergely Állami Magyar Színház a Doktor című előadásának főszerepét játszotta remekül, de láthatta a nagy közönség a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat Részegek című darabjában is, ahol Dóra szerepét alakította. A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Kisvárdai Várszínház közös díját Boros Csaba az előbb említett Részegek című előadás egyedi zenei világának megteremtéséért, valamint Jeli Luca Sára a Nagyváradi Szigligeti Színház Figaro házassága című előadás karakterformáló, kiemelkedő színvonalú jelmezeiért kapta meg. Kisvárdaváros polgármesterének díját a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetem Színház és Filmkar Magyar Színházi Intézet harmadéves színész hallgatóinak Édes Anna című vizsgaelőadása nyerte el.